Működik a városban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Erről beszélgetünk ma. Vendégünk a stúdióban Orbán István, a Roma Önkormányzat elnöke. Tisztelettel köszöntöm. Én ismét tisztelettel köszöntöm a Sümegváros televízió hallgatóit. Elnök úr, elsőként szeretnénk egy kis rövid általános tájékoztatást kérni öntől. Hogyan működik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat itt Sümegen? Hát Sümegen már, most egy picit visszamegyek, már 94 óta működik az önkormányzat, tehát akkor alakult meg, akkor ugye gyűjtöttük, hogy kik, akik magukat cigánynak vallják, és ezáltal lehetett megalakulni. Ugye ez függ attól is, akkor lehet csak önkormányzat alakítani egy településen, ugye népszámláláskor, ha minimum 31 ember cigánynak vallja magát, tehát anélkül nem lehet egy önkormányzat alakítani egy településen. És volt előző ciklusban két elnök, egy elnök úr, Farkas Lajos, és volt egy elnök asszony, az ő pedig Kaposiné Rozika volt, és 2006-ban indultunk mi, mint a Lungodrom csapata, és akkor még vegyes volt a társaság, tehát még a másik, a Macifész, ez egy rövidítés, Magyar Cigányok Érdekvédelmi Szervezete, azok is öt fős volt akkor még az önkormányzat, és most már csak a lungodromosok vagyunk, ugyanúgy megyünk, mint a nagy önkormányzatok választásánál, tehát ott is két csapat indul, három, és akkor a legtöbb szavazatot kapott, illető jut be az önkormányzatba. És mi 2006 óta vagyunk, egy tagunk változott azóta, most három fővel vagyunk, mert ez is már ki van ködve, hogy mennyi regisztráció van, és ha 100 fölött van regisztráció, akkor 4 fő lehet, alatt akkor három fővel működünk. Én vagyok az elnök, van egy elnök helyettesem, meg egy tagom, akik nagyon aktívan segítenek engem, esetleg még valamit. És miből áll a munkájuk? Nekünk a tevékenységünk, a cigányok érdekvédelmét kell nekünk itt segítenünk, tehát nincsenek olyan feladataink, hogy mi lakást adjunk, vagy pénzet támogassuk a lakosságot, az a nagy önkormányzat dolga. Mi nekünk a kultúránknak, a hagyományainknak az őrzése, próbáljuk segíteni a gyerekeket az oktatásba, támogatjuk őket. Meg hát azért ott is van egy kis szerepünk, amikor ugye esetleg egy cigány ember lakást kér, akkor mi javasoljuk, hogy ő jönnek hozzánk, és akkor mi javasoljuk, hogy őt javasoljuk erre a lakás bérlésre, és akkor nagy önkormányzat fogadja el, természetesen akkor se nekünk csak ráhatásunk erre sincsen. Meg hát ugye vannak ezek a közmunkák, ott még esetleg, hogyha valaki jön és kéri, hogy támogassuk, segítsük, hogy jusson be, abban van nekünk tevékenységünk. Tehát oktatás, kultúra és a munka. Milyen a kapcsolatuk a városi önkormányzattal? Mennyire függnek össze a különböző tevékenységek, mennyire számítanak az önkormányzat támogatására? Hát nagyon jó a kapcsolatunk, tehát a mostani vezetéssel kimondottan jó. A kapcsolatunk az összes infrastruktúrális tevékenységet ellátja az önkormányzat, tehát nekünk nem kell ilyen gondokkal küzdenünk. Van nekünk is egy, mindjárt eszembe jut, tehát egy személy, aki segít minket, támogat ebbe, referensünk, bocsánat, nem tud eszembe, egy referensünk, aki ebbe támogat minket, Dobonkos Beáta, és akkor ő az összes papírmunkákat, pályázati munkákat ellátja, elvégzi, levelezésünket, tehát nekünk nem kell külön ezzel foglalkozni, nekem annyi a dolgom, bemegyek, elolvasom, aláírom, és akkor a testetüléseket, jegyzőkönyvet elkészítik. Ugyanúgy működünk, mint a önkormányzat, csak mi kicsibe. És mi jellemző a városban élő roma nemzetiségre egyébként? Tehát ez az érdekvédelmi feladat, amit említett, ami az önök elsődleges feladata, ez erre mennyiben van szükség? Hol érzik ennek a leginkább a szükségességét? Inkább, amikor a lakást szeretnének kérni, akkor keresnek meg többször minket, és akkor ugye mi mondjuk, hogy hát egynek tudunk adni egy ajánlást, mert ajánlást tudunk csak adni, tehát más nem, és akkor azt tudjuk, meg a gyerekeknek a tanulásba. Tehát ugye nagyon sok helyen feltétel az, vagy sokat nyom alatt az, hogy cigány származású, tehát ösztöndíj
dologokban, amikor az ösztöndíjat megítélik, akkor ugye a kicsivel esetleg előbb le tud jutni azzal, hogy kap egy ilyen ajánlást. Ez melyik korosztályra jellemző? Ez általában a közép, tehát a középiskola, tehát nem az általános iskola. Az általános iskolánál is volt egy jó támogatásunk, adtunk évi 60 ezer forintot eddig, most nem tudjuk ezt, sajnos nem tudjuk elszámolni ezt a pénzt, mert a működési pénzünket nem lehet ilyen támogatásokra osztani, és akkor a tanulmány eredménytől függően gyerekek kaptak 10-10 ezer forint támogatást. Ez most is megy a Mészáros Ábrahám alapítványon keresztül, csak hát mi sajnos már nem tudunk, mert ugye ezt nekünk vissza kéne az államnak fizetnünk, tehát duplán kéne megfizetnünk ezt a pénzt. És tehát ilyen szinten szoktuk őket támogatni, meg hát ugye nem tudom, most kitérünk-e majd külön még a gyerekeknek a táborosztatására. Arra szoktuk a legtöbb pénzt költeni. Ugye minden év, hát eleinte még csak kirándulni szoktunk elmenni egy háromnapos kirándulásra, csak az a gond, hogy az úti költség olyan magas már, hogy a felét elviszi majdnem az egésznek, a költségvetésnek a felét elviszi, és innentől kezdve úgy gondoltuk, hogy akkor inkább elmegyünk ide Balatonpartra egyet nyaralni, és azt a pénzt tudjuk annak a működtetésére fordítani vissza. Hány gyereket, hány családot érint egy-egy ilyen tábor? Ugye az elmúlt évben is volt augusztusban. Igen, igen. Általában 20-21 gyereket tudunk elvinni, tehát kísérők adok, általában az önkormányzat tagjai vagyunk, meg egy-két főt tudunk még elvinni. Többet nem tudunk, mert többet nem bír el a büdzsé. És ez egy nagyon hangulatú, tényleg gyerekek várják minden éven. Egy kikötésünk van, hogy általában 7 évtől 16 évig visszük őket, mert már ugye már pubertás korban ott már nem tudunk úgy odafigyelni a gyerekek. Kisebbre meg azért nem, mert meg azért nem tudunk dajkálni gyereket. Nincs rá idő 20 gyereknél, tehát meg nincs. Szoktunk magunkkal vinni egy szakembert, aki képzéseket tart, itt meg tudnám említeni Holdosini Illikót, aki Pápán lakik, nagyon sokat segít nekünk a szervezésbe is, a táborosztatásba is, meg a kirándulásba is, és az idén is, tavaly is ott volt, és például a cigánságnak a felépítését beszélt, honnan jöttünk, mikor érkeztünk Magyarországra, hányféle cigáncsoport van, és ezekről tartott előadás. A gyerekek élvezték, mert ugye ezt általában ilyen szalonasütés vagy bográcsozás közben csináltuk, mert ezeket ilyen esti szabad programra be szoktuk ezeket tenni, és a gyerekek nagyon várják, főleg tavalyi volt a legjobb, nem tudom miért mondom az idejét mindig, mert ugye tavaly Balatonparton voltunk, és ugye fürödhettünk minden nap, és ráadásul szabastrand volt, még az se volt kizáró tényező, hogy most be kell fizetni azt a bizonyos strandbelépőket, ugye most már nem volt sok, tehát ezek se. És egyébként mennyire jellemző, hogy összetartó közösség a roma nemzetiségi lakosok, akik itt élnek a városban? Hát, hogyan mondjam, tehát van olyan csoport, akit tudunk mozgatni. Senkivel nem vagyunk rosszba, tehát mindenkivel jó vagyunk, mindenki jó hiszem, jön hozzánk bármi. De mozgósításnál, mind általában a sümegvárosban is, hogy van egy réteg, akit tudunk mozgósítani. Tehát akármilyen tevékenység van, szólunk nekik, és akkor jönnek, és akkor részt vesznek a programjainkon, mint például most is volt ugye a nemzetiségi napunk. Igen, egy kicsit meséljen erről a nemzetiségi napról, hogyan sikerült, hogyan érte el a program a célját? Hát ugye mi is nagy várakozással néztünk elé a rendezvénynek, ugyanis a műfázban most tartottuk egy bizonyos idő után megint először, régebben szoktuk tartani, és nem volt nagy érdeklődés a programunkra előző években. És 4-5 évig nem tartottunk ott program, és most nagy várakozással, és most meglepődve néztem, hogy hát több mint fél ház volt, olyan 150 ember vett részt, tehát vegyes volt a lakosság, nem csak cigányság volt, ugyanúgy a magyar társadalom részéről is nagyon sokan jöttek, ugye eleve egy nagyon jó műsorunk volt, Síl Feri meg a Henna, és a sümegi származású Mário, és ugye az elején pedig volt egy kis kabaré, nagyon jó fogadták a közönség is,
humoros kis 10 perces előadás volt, tehát ebből állt a program. Hát tombolt a közönség a nézőtéren, meg tudták szólítani az előadók a közönséget. Mário direkt is olyan számokkal készült, ami egy picit a cigány nótáknak is szól, cigányságnak is szól, a Henna meg eleve, meg a Silferi pedig ugye ismerősek, ők már a nem mondok reklámot a tévéből, és nagyon hangulatos volt, ugye Sümegváros vezetésére is részt vett polgármesterünk, jedzőasszonyunk, osztályvezetőasszonyaink, intézető rendőrsége, és van nekünk egy ilyen megállapodás szerződésünk, tehát együttműködési megállapodásunk, és őket is ilyenkor szerettem meghívjuk, és ők is részt vettek, és mondták, hogy én nekem a visszhangok úgy jöttek le, hogy színvonalas műsor volt, hát eleve egy Mário, egy Henna és a Silferi, meg a gyerekek meg még adtak hozzá egy kicsit, tehát mindenki részéről úgy jött le, hogy nagyon színvonalas volt, és jó volt a program, és szerintem, hogyha legközelebb szervezünk ugye egy műfázba, akkor szerintem még többen leszünk, mert el tudják mondani azt, hogy a roma önkormányzat egy ilyen programot tudott szervezni, és ezáltal meg tudtuk mozgósítani a Sümegváros lakosa, és akkor ő nekik tetszett, akkor majd a szomszédjának is fog tetszeni, és ezáltal gondolom, hogy többen leszünk legközelebb. Ugye évek óta szervezik már ezt a Nemzetiségi Napot, hogy igen, lehet összefoglalni, mi ezeknek a programoknak a célja, mi az elsődleges célja, és ezt hogyan érte el most az idén? Hát ugye itt a kultúránkról van szó eleve, a kultúrának a továbbitele. Ugye a cigányságnak különösebben nincsen ilyen rendezvény külön. Városi rendezvény nagyon sok van, nagyon színvonalas rendezvény, részt veszünk mi is, tehát természetesen rajt a Jakab napokon, a Gesztenye Fesztiválon, az adventi forgatagon, tehát mi is ott vagyunk minden rendezvényen, de így külön kimondott a cigányságnak nincs ilyen programja, és ez a mi dolgunk, tehát az önkormányzat dolga, hogy tudjunk egy ilyen dolgot, programot a cigányságnak teremteni, és tényleg most is ott tomboltak a lelátó, most jó értelemben, tehát énekeltek, megénekeltették őket a fellépő művészek is, és jó hangulatot teremtettek. Hát a másik meg ugye ez is egy picit összekovácsolja. Én mindig is azon voltam, hogy ne legyen cigány meg magyar. Én magyar cigány vagyok, én így titulálom magam. De hát azért vannak emberekben fenntartások a cigányság után iránt, és akkor ezzel szeretnék kiküszöbölni azt, hogy ne legyen ilyen. Tehát a napi problémákat, persze azokat most ne nézzük, de ne egy általános vélemény, az már cigány. Tehát ezek is azért vannak ezek a programok, és azért nem csak kimondottan a cigányság részére, hanem az összlakosság részére, hogy jobban tudjon összehangolódni az egész dolog. Hát a gyereket is, mikor el szoktuk vinni kirándulni, táborozni, tehát sosem néztük azt, hogy magyar gyerek, cigány gyerek, rászló gyerek, hadd jöjjön. És akkor ott a táborban összehaverkodtak, és későbbiekben nem volt közöttük olyan probléma, hogy esetleg ítélkezzenek egymás fölött. Elnök úr, az idei esztendőre milyen terveik vannak? Mit szeretnének elérni? Hát ugye ez, amit eddig is folytattunk, ez folyamatosan, ez minden éven ismétlődik mi nálunk, hogy gyereknek a táboroztatása. Az idén még pályáztunk egy hitéleti programra is, tehát ez egy háromnapos kirándulás lenne, ahol a Kanonok urat meghívtuk, mint hitéleti vezetőnek, ha nyerünk a pályáton, és el tudunk jutni. Ez egy ilyen háromnapos, tehát több helyszínes kirándulás lenne, és ezt úgy terveztük, hogy nem csak gyereket vinnénk, hanem itt szülő és gyerek együtt mennénk, hogy lássa a szülő és a gyerek hogyan viselkedik. Tehát ilyen, nem látom kibonni, tehát ilyen szituációban, tehát amikor ő is ott van, nem csak, mert a mi gyerekeinkre sose volt sehol se panasz. De most egy hitéletit még nem csináltunk, és ezért szeretnénk most egy hitéletit, és akkor meglátjuk, hogy ide egy 35 főre tervezzük, a pályázatunkat arra nyújtottuk be, még nem tudjuk, hogy mi történt, tehát még nincs, nem kaptunk a bírálatról, igen, eredményhirdetés még nem volt. A másik ugye ezt a szántódi kirándulást, vagy nyaralást, amit tavaly megejtettünk, ezt megismételnénk, mert ez egy kis kemping
faházas nyaralás volt, Szabastand a Balatonon, és ugye tavaly megnéztük a József Attila Múzeumot, meg voltunk a Kalandparkba, kicsit vasutaztunk, kicsit ezt-azt megnéztük. Most még több látnivaló is van a térségben, ott a Galamb-szigetre még el tudunk majd menni, de a Kalandparkot nem fogjuk kiadni az idén sem, hogy ez nagyon tetszett a gyerekeknek. És ezt annyira tetszett a gyerekeknek az egésznek a feelingje, tehát hogy a kis középen a kis tér, szalonasütő, bográcsozó, hogy leültünk esténként, beszélgettünk, és nagyon tetszett a gyereknek, és úgy döntöttünk, hogy ezt megismételjük, csak más programmal. Csak ami nagyon választják ki a gyerekeket, kik lesznek azok a szerencsések, akik majd ebben az évben is mehetnek? Ugye, amit mondtam, az a kortól is függ, most már esnek ki sajnos olyan srácok, lányok, akik ugye már elmúlnak 16 évesek. Ez általában úgy működik, hogy azért nézzünk a tanulmány eredményt is, tehát azért csak azért nem jöhet el valaki, mert jelentkezik. Itt a környékről, tehát nem csak Sümeget nézzük ilyenkor, ugye, mert Csabrendekről is jönnek, volt mikor János Majorból is jöttek, tehát összeszedjük őket. Van a két tagom, tehát akikkel együttműködünk, és ők szervezik, azt rájuk szoktam bízni, ők ismerik, ugye az ő gyerekek is megjárnak iskolába, és összebeszélnek, és akkor jönnek. Tehát ugyanúgy mondtam, hogy nem szoktunk tehát olyan kizáró tényezőt magunk elé rakni, hogy csak cigány gyerek lehet. Tehát most is volt például magyar kislány velünk, nem egyszer, nem kétszer, és nagyon jól érzik magukat. Ezek így mennek. A két hölgy, aki a tag, a helyettes és a Erika, Vilus és az Erika, ők ketten nekem hozzák a népsort, és akkor csak rábólintunk, és akkor így működik. Persze vezetőket azt már közösen választjuk, mert akik legyenek, tehát az előadók. Elnök úr, hogyha azt kérdezném öntől, hogy mi a szépsége ennek a munkának, ennek a tevékenységnek, amit ön végez, tehát a Róma Nemzetiségi Önkormányzat vezetésének, akkor ezt hogyan fogalmazná meg? Hát ugye mi ezt teljesen önként csináljuk, tehát bérezés és díjazás nélkül. Hát a szépség az, hogy most is például volt ez a rendezvényünk, és ugye halljuk a visszhangot, hogy milyen jó volt. A gyerekek, mikor elmegyünk velük, tehát érezzük a ragaszkodásukat. Tehát a szemükben nézünk, és látjuk azt, hogy mennyire szeretik, és tudjuk azt, hogy nem mindegyik juthatna el anélkül, hogy az önkormányzatuk nem támogatná őket. Tehát mert őnekik ez semmibe nem kerül. Egy kis zseppénzt kell hozzanak magukkal, mert a teljes ellátást megkapják ilyenkor a gyerekek. Az úti költséget mi álljuk, a szállás mi álljuk, tehát az önkormányzat állja. Amikor tudunk, pályázunk rá, tavaly is nyertünk pályázaton pénzt, tehát hogyan mondjam, nagy elégedettség tölt el, amikor utána beszélgetünk velük, és érezzük azt a ragaszkodást, meg azt a hálát, ami a szemükből süt ki, hogy ide is el tudtak jutni, és nem először van, nem másodszor. Például azt se adatik meg mindenki, hogy be tud jutni a parlamentbe. Volt rá példa, bevitték a parlamentbe, gyereket volt olyan is. Tehát Herenden voltunk, a Majolik, Herendi az egész gyárba, tehát megnéztük a működését, Herendet, porcelánt gyárat, tehát nagyon sok helyre elvitt őket a pécsi Gandhi gimnáziumba, bemutattuk az egyetlen cigány gimnáziumot nekik, tehát azért a célja ezeknek a dolgoknak nem a kirándulás, hanem egy szakmaiság is legyen benne, tehát hogy lássák azt, hogy hogyan működik a világ. Elnök úr, köszönjük, hogy a vendégünk volt, és további sok sikert kívánok. Köszönöm én is a lehetőséget.